A Fideszben mindenki feláldozhatóvá vált. A Kompország vendége Lakner Zoltán. Lakner Zoltán politológus, szociálpolitikus, újságíró, a Jelen című hetilap főszerkesztője. 1975-ben született Budapesten. 2016-tól a 168 óra újságírója és főszerkesztő helyettese volt. Három évvel később két társával, Tóth Ákossal és Krajcár Gyulával együtt távozott a szerkesztőségből a lap tulajdonosával kialakult ellentétek miatt. 2020 májusában megalapították a Jelen című hetilapot. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portréműsora, és mai vendégünk Lakner Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztője, akit nagy örömmel és tisztelettel köszöntök itt a Magyar Hang stúdiójában. Köszönöm a meghívást, szervusz! És a szokás szerint megint a technikai kérdésekkel kezdjük, tehát hogy szerdán beszélgetünk, szerda délután, a műsor péntek este lesz a YouTube csatornánkon, addig, ha minden igaz, például lesz egy nagy tüntetés is az ismert ügyben. De nyilván még lehetnek olyan fordulatok, amikről most nem fogunk tudni beszélni, de azt gondolom, hogy így is bőven van miről, ami eddig történt, és az újságot sem tudom egyelőre még a Friss Magyar Hangot megmutatni, az készül, az élet írja most valóban szó szerint az újságot, ahogy ezt a beszélgetést is az fogja. És talán azzal szeretném ezt indítani, ezt a beszélgetést, hogy mint politológus, szerinted az államfő lemondása, illetve a volt igazságügyminiszter távozása után, meg ami azóta történt, ezt már lehet egyfajta politikai válságként definiálni? Tehát válság van-e Magyarországon most jelenleg, vagy nincsen? Én megítélésem szerint mondjuk a morális válság az egyértelmű, de én most kifejezetten mint politikai kérdést teszem ezt fel. Én maradnék, ez egy jó felütés, de én maradnék a botrány kifejezésnél egyelőre, vagy annál maradnék, hogy ügy van. Igen. Vagy annál maradnék, hogy kiderült, hogy van magyar belpolitika, mert ez az elmúlt két évben erősen megkérdőjeleződött, egyrészt a miniszterelnök is mindig olyan dolgokat szeretne megoldani, mihez nincsen köze, tehát így Pekingtől Washingtonig van egy ilyen probléma megoldásban, és most kiderült, hogy a szomszéd utcában vagy a szomszéd házban sincsenek rendben a dolgok, de hogy politikai válság lenne, tehát olyan értelemben irányíthatatlanná váltak volna a folyamatok, mint nem tudom én 2006 őszén, vagy 2009 tavaszán, hát azért ilyesmi nincsen. Azt lehet érzékelni, hogy egy olyan újabb lefagyása, vagy elbizonytalanodása alakult ki a kormányzati narratíva gyárnak, propagandagépezetnek, politikai megoldási üzemnek, amilyennel egyszer-kétszer találkoztunk már. Volt ilyen szerintem a 2010-es évek elején is, volt ilyen 2014-15 fordulóján. Most nem fogok mindent felsorolni, ilyesfajta változást hozott, azt hiszem a 2019-es önkormányzati választás is, amikor ennek az elbizonytalanodásnak szinte a levegőjét lehetett érezni. Valami ehhez hasonló történik, tehát hogy így próbálkoznak, kimutatható az, hogy hogyan próbálkoznak egymást követően már korábbi ügyekben bevált kommunikációs panelekkel, nem igazán működik egyik sem, most éppen a legutóbbi az, hogy ugye valóban szerda délután van, tehát én 10 perccel ezelőtt láttam, hogy Orbán Viktor Facebook oldalára annyi került, hogy a kormány dolgozik, ott üléseznek, tehát hogy az az üzenet, hogy valahol valakik csinálnak egy ügyet, egy botrányt, zavart próbálnak kelteni, ám de ők dolgoznak, ezzel is többször próbálkoztak már, hogy is mondjam, van valamiféle racionalitása, de ezeket, vagy ezt a megoldást, ahogyan a korábbiakat sem érzem olyan hihetetlenül erősnek, hogy ezzel most így önmagában ezzel túl lehet lenni, és nem akarom nagyon hosszúra ezt nyújtani, de mondjuk az önmagában szerintem nagyon érdekes, és minden esetre figyelemre méltó, hogy nemhogy ez az egész kegyelmi ügy túlélte az első hétvégét, február 2-a a pénteket követően, hanem úgy tűnik, hogy ez az ügy még mindig itt van, pedig már szombaton lemondott a köztársasági elnök. Hát ezért érzem azt, hogy ez azért jelentősen eltér a korábbi ilyen válsághelyzetektől, mert ugye most ugye kettő jut eszembe, az egyik a Schmidt-Pál története, ahol végül is elegendő volt
meglépni azt, hogy a Schmidt-Pál végül egy parlamenti beszéd végén mellesleg odavetett, hogy egyébként meg lemond, és utána a dolog ment a maga útján, tehát előbb-utóbb jelölt a Fidesz köztársasági elnököt, Áder János lett, mint tudjuk, vagy a Szájer ügy, aminek nagyon nagy visszhangja volt, ami tényleg egy kolosszális botrány volt, de azért ez egy könnyen kezelhető ügy volt, hiszen Szájer József már előzőleg bejelentette, hogy visszavonul, mint európai parlamenti képviselő. Ugye utólag tudtuk meg, hogy valójában miért. Az érdekesek voltak találgatások, hogy vajon miért lehetett, de hát ez eléggé egyértelművé vált. Most azonban valóban azt látjuk, hogy a megoldás végül is megszületett, tehát ahogy hangsúlyozza is a kormányoldal, hogy vállalták a felelősséget, levonták a konzekvenciát, milyen fantasztikus dolog ez, de valahogy ez a probléma nem akar mégsem megoldódni. Mondhatjuk azt, hogy tehát, hogy mit látunk az, hogy Orbán Viktor ugye csendben van, hogy ez kivárás, dolgozik, vagy esetleg valóban most egy picit, mint hogyha nem teljesen ő irányítaná az eseményeket. Nagyon jó ez a két korábbi példa, próbáljuk akkor összehasonlítani a mostani esetet a korábbiakkal. Ugye Schmidt-Pál ügyében az történt, hogy ő, hát így hétköznapi nyelven fogalmazva, csalt, amikor azt a doktori dolgozatot még a 90-es években beadta, aminek, hogy is mondjam, azért a társadalmi veszélyessége jelentősen nem semmiképpen sem védhető, de a társadalmi veszélyessége összesen vedhető azzal, hogy gyerekeket szexuálisan bántalmaznak egy intézményben, egy gyermekotthonban, annak az igazgatóját még ki is tüntetik, nyilván nem ezért, de hogy már zajlottak az ügyek, amikor ő kitüntetést kapott, holott ugye ma már azt is tudjuk, hogy volt jelzés már akkor is vele szemben, hogy van egy igazgató helyettes, aki eltussolta, aktívan eltussolta ezeket az ügyeket, hogy tulajdonképpen semmit nem csinált jóformán az egész állami intézményrendszer, hogy ezeket az ügyeket megakadályozza. Az áldozatok maguk vették a kezükbe a sorsukat, és jutatták el ezt az egészet egy bírósági eljárás. Ez nem mondom vége a történetet, tehát hogy ebben sokkal több a sértett, sokkal több az áldozat, sokkal több az érzelem, sokkal nagyobb a kár, a mentális kár, és mindenféle egyéb kár, amit ez az ügy okozott, következésképpen az ezzel kapcsolatos felháborodás eleve nagyobb. Ugye ez az egyik dolog. A másik, hogy Schmidt-Pál ügyében volt egy magányos dolgozatíró, meg volt hát egy olyan egyetemi világ, ahol valamiért azzal a tekintéllyel, amivel már akkor is rendelkezett, ismert közszereplőként azt gondolhatjuk, hogy egyszerűen enyhébben, vagy sehogyan sem alkalmazták rá vonatkozóan azokat a szabályokat, amelyeket valószínűleg másra alkalmaztak volna. A mostani ügy az még több szereplősebb, ugye, ami fönnáll, mert itt valaki tett egy javaslatot, valaki azt elfogadta. És minden szereplőt valószínűleg nem is ismerünk. Tehát. Így van. Mások tanácsot adtak, a szóban forgó személyeknek ilyen-olyan kapcsolataik vannak, tehát sokkal szertágazóbb, nagyon sok szálat ki lehet húzni, és ugye ezt az egészet még megcsavarja. Ugye Magyar Péternek az ilyen, nem tudom, üstökösszerű, vagy elszabadult hajóágyú. Azt hiszem, hogy róla már még egy kicsit hosszabban érdemes, hogy mi van emögött. Feltűnése, igen. Aminek a révén teremtődött hirtelen egy kapcsolat Rogán Antal, meg Tiborcz István felé, és már is eljutottunk egy kegyelmi ügytől a korrupciós ügyekig az országnak a szétrablásáig. Tehát hirtelen nagyon, nagyon erősen kinyílt ez az egész kérdéskör, tehát mondjuk, ha most nem veszem végig az összes hasonlóságot és különbséget, de mondjuk ez egy nagyon, nagyon, nagyon jelentős eltérés, és ez is oka lehet annak, hogy ez az ügy sokkal tovább él, mint például a Schmidt ügy, és azt hiszem, hogy az is közrejátszik ebben, hogy hát pont ez, amire utaltál, hogy egy csomó mindent nem tudunk. Tehát hiába mondott le a köztársasági elnök, ennek a kegyelmi döntésnek abban az értelemben még mindig nincsen gazdája, hogy oké, tudjuk, hogy Varga Judit ellenjegyezte, tudjuk, hogy Novák Katalin meghozta a döntést, tudjuk, hogy Balogh Zoltán javasolta. De hogy miért volt olyan fontos? Hát ez az ember, mondja, ő az egyik olyan volt, aki ezt tanácsolta. Nagyon fontos. Így van, az egyik olyan, aki tanácsolta. Nem tudjuk, hogy még hányan tanácsolták ezt. Nem tudjuk, hogy még miért jelzés. Lehet, hogy Balogh Zoltán csináltuk, és itt előreugrom, hogy ő ezzel annyit üzent meg, hogy ő egyedül nem akarja elvinni ezt a balhét. Tehát ez azt jelenti, mert eléggé fenyegető üzenet lehet sokaknak akkor ez. Hát ugye ő is kapott fenyegető üzenet. Mert ő nyilván tudja, hogy igen, még kik azok, akik esetleg ebben részt vettek. Igen, Bolyer Zsolt neki is megüzente ezt a dolgot, és hogy egész életében neki menekülnie kelljen. Én azt gondolom, hogy ez rá vonatkozott, Bolyer Zsoltnak ez a cikkében ez a mondat. De hogy az egész dolog még sincsen elintézve. Most túl azon, hogy
a felsorolt szereplők egyikének sem jutott eszébe bocsátott ki, ami egyetlen áldozattól sem. Tehát ezt tegyük megint bele ebbe az erkölcsi dobozba. Ez elég lényeges, de magáról, a dologról még mindig nem tudunk semmit. Tehát már itt lemondtak emberek, meg nem mondtak le más emberek, és még mindig nem tudjuk, hogy ez miért történt, és nem is gyűrik magukat különösebben, hogy erre bármiféle magyarázatot adjanak, és szerintem pont ez élteti tovább ezt az ügyet. Mindenféle újabb magyarázatra nyitott lesz a közvélemény mindaddig, ameddig egy megnyugtató, lehet, hogy nem igaz, de mégiscsak valahogy olyan hihető, vagy olyan elfogadhatónak látszó magyarázatot nem adnak rá, és valójában ilyen értelemben a legfurcsább, ami történik, azért használtam a narratíva gyár kifejezést a korábbiakban, mert ugye ilyen értelmezési keretek kialakításában és ennek az értelmezési keretnek a nagyon következetes alkalmazásában talán a legerősebb az a gépezet, ami létrejött, és itt nincs értelmezési keret igazából. Tényleg nem tudjuk, hogy miért történt, és ezért aztán tud hömpölyögni tovább az ügy, mert újabb és újabb magyarázat lehetőségeket be lehet tolni a nyilvánosságra. Igen, ha már, nehéz ezt kimondani, de ha már Bayer Zsolt neve szóba került, ugye a lemondás előtt olyan cikket írt, amiben arra szólította fel Novák Katalint, hogy adjon erre magyarázatot. Ugye Novák Katalin lemondott, de a nyilatkozatában annyit mondott, hogy abban a hiszemben, hogy ez nem csinál valami borzasztó dolgot, úgy támogatta ezt a kegyelmi kérvényt, de hát ugye ebből az is következik, hogy valakik abban a hiszemben pontosan tartották őt, pontosan, hogy ez így rendben és van. Nem. És erre azóta már nem szólítja fel senki Novák Katalint a kormány oldalról, hogy beszéljen pontosan erről. És bocsánat, még egy dolog szerintem megtöri ezt a kormányzati narratívát, ez Balogh Zoltánnak a magatartása. Most lehet, hogy nem tudom, holnap délután majd mégis meggondolja magát és lemond, de hát azért egy hosszú nekifutással, nem tudom, Ausztriából való hazautózással, szóval elég bőlére eresztve zajlott ez az ő református zsinat előtti számadása, tehát nagy volt a várakozás, ehhez képest ő közölte, hogy ja, én javasoltam a kegyelmet, de amúgy nem mondok le, ami szerintem megkérdőjelezi azt a szintén nagyon fontos kormányzati magyarázatrendszert, miszerint a jobboldal vállalja a felelősséget, a hibázat. Hát itt az egyik emblematikus jobboldali személyiségek azt mondja, hogy én hibáztam, és nem vállalhat semmilyen felelősséget abban az értelemben, hogy lemondott volna, vagy abban az értelemben, mint az a református lelkész, aki fölajánlja a fizetését az áldozatok számára. Semmi ilyesmit nem csinált Balogh Zoltán, tehát ez sem működik, ez a kormányzati magyarázat sem, hogy mindenki vállalja a felelősséget, sőt, szerintem Orbán Viktor kifejezetten megbontja ezt a magyarázatrendszert azzal, amikor bizalmáról biztosítja Balogh Zoltánt. Azt a Balogh Zoltánt, aki elismeri, hogy ő kegyelmet adni javasolt valakinek, igen, akinek pont az Orbán által beterjesztett alaptörvény módosítás szerint sose szabadna kegyelmet adni. Hát ezek ellentétes dolgok. Azt mondta a miniszterelnök, hogy azt üzente, mert ezt a Havasi Bertalanon keresztül, hogy bízik a református egyházban. Na most itt viszont Balogh Zoltán, ha jól értem, végülis a református döntéshozók, igaz, hogy ilyen szimpátia szavazás volt az ő ügyében, de hát mögéjük bújik, és valahogy mégis rá tudta őket beszélni arra, hogy támogassák. De hát ennek végül is az lehet a következménye, és ennek egyébként tehát csak bele kell nézni az ilyen kommentekbe, meg egyébként az utcán is volt, akivel ezzel megszólított, tehát hogy elemi erejű felháborodás van most már általában a református közösséggel szemben. Tehát, hogy ez egy ilyen hatalmi harcnak lehet járulékos vesztesége az, hogy oda dobják a református egyház hitelességét teljes mértékben? Szerintem ez annyiból egy messzebb vezető kérdés, egyébként igen, nyilván ettől is tarthatnak azok a valódi hívők és valódi elkötelezett, a saját egyházukért elkötelezettek, akár egyházi, akár világi emberek, akiknek ez tényleg fontos, és nem hatalmi szempontból fontos. Egyébként az, hogy Balogh Zoltán, most nem akarom a dolgot túlságosan profanizálni, de tulajdonképpen kidumálta magát ebből a helyzetből egy többségi szavazásig legalábbis. Ez mondjuk mutatja, hogy mennyivel politikusabb, vagy ügyesebb maher, mint mondjuk Varga Judit, vagy Novák Katalin. Ez is mutatja, hogy nem feltétlenül a pozíció határozza meg egy személyiségnek az informális befolyását, különösen nem ebben a politikai rendszerben, tehát ugye ez az Orbán körüli udvartartás, és ma már azt gondolom, Balogh Zoltán nem is az Orbánhoz legközelebb álló személyek egyike, de mégis olyan befolyást halmozott fel
amivel ezt képes lehet. Meg elég, hogyha ő fellép, sokan mögé gondolják, hogy akkor Orbánra gondolhatták, hogy Orbán Viktor szavát közvetíti. És akkor ugye van az a helyzet, és ugye ez kifejezetten jellemzője ennek a rendszernek, hogy nem csak létrehoz intézményeket, hanem elfoglal létező intézményeket, és nem csak a legfelsőbb bíróságot, amit átnevez, vagy visszanevez kúriára, nem csak az ügyészséget, vagy nem csak az alkotmánybíróságot, hanem ilyen típusú társadalmi intézményeket is elfogad. És innentől kezdve sajnos sokkal több ember kerül, én azt gondolom, egy olyan morális dilemma elé, amiben neki normálisan nem szabadna egyszerűen kerülnie, mert nem szabadna ilyen helyzetnek kialakulnia, tehát ha valaki bármilyen, nem tudom, világi pozíciót betölt egy gyülekezet mellett, akkor igen, ő ma azzal szembesül, hogy van egy erős politikai hátszéllel bíró vezető, akinek a döntése, a nyilatkozatai, a lépései rendkívüli visszatetszést váltanak ki. Ehhez nem kell vallásosnak lenni, hogy ebben az ügyben pontosan állást tudjunk foglalni, tehát a felvilágosodásból ugyanazokat a következtetéseket tudjuk levonni egy ilyen ügyben, mint a Bibliából. És akkor viszont az az ember, aki egyszerűen a saját vallásosságából következően van ott, és csinálja azt az egyházban, amit csinál, ő azzal szembesül, hogy ez az ügy rá is fröccsen, hogy ebben az ügyben neki is valamilyen szinten állást kell foglalnia, hogy a vezetőit választja, vagy azokat az erkölcsi elveket választja, amelyek miatt ő mondjuk egy gyülekezetben egy világi pozíciót betölt. És ez a lelkész, aki megszólalt és felajánlja a fizetését az áldozatoknak, szerintem ő ad egyfajta iránymutatást. És itt megint ahhoz a kérdéshez lyukadunk ki szerintem, ahova sok szempontból kiukadhatunk, hogy oké, és akkor mit csináljon az az egyetemi oktató, akinek elfoglalják az egyetemét, mit csináljon az a, nem tudom, szakszervezeti aktivista, akinek a szakszervezeti vezetői alkut kötnek, nem feltétlenül előnyös alkut kötnek a kormánnyal, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezek mindig olyan helyzetek, amikor hát az állampolgára is hárul bizonyos értelemben a döntésnek a felelőssége, és nagyon sok múlik azon, hogy ilyenkor egyedül találja magát ebben a helyzetben, vagy azt érzi, hogy vannak mások is, akikkel közösen legalább megszólalhat, vagy megmozdulhat. De hát akkor a végzetes hibát ott követte a református egyház, amikor feltehetőleg a politikai nyomásra, ugye módosította a saját eljárását, tehát hogy ki lehet püspök, és úgy választotta meg Balogh Zoltánt, aki nem olyan régen még miniszter volt azelőtt. Egyébként ez azt hiszem, hogy egy példátlan is a magyar egyháztörténetben. Hát szóval az a helyzet, hogy nekem ez egy régi mániám, hogy tulajdonképpen mindig mindenkivel ugyanaz történik. Hát ma az a kúria elnöke, ezért szeretem nagyon, amikor Vargasi András a jogállam védelmezéséről beszél, vagy a, nem tudom, a törvényesség védelmezéséről beszél, a kúria elnöke nem lehetne a kúria elnöke, hogyha nem szabják rá a jogszabályt. Volt olyan alkotmánybíró, akinek nem volt meg a törvényben leírt képesítése ahhoz, hogy őt alkotmánybíróvá lehessen választani. Volt olyan eset, amikor a korhatárt úgy változtatták meg, hogy egy kimenő alkotmánybíróra még vonatkozzon a korhatár, de egy már utána megválasztott bíróra már egy másik fajta korhatár, egy kitolt korhatár érvényesüljön. Tehát ez a személyre szabott jogalkotás és a jogrendszer hozzáigazítása ezekhez a konkrét, tényleg megszemélyesített hatalmi elvárásokhoz, ez a rendszernek a lényege, és szerintem igen, például a református egyház, ha most róluk van szó, azzal már is tehát évekkel ezelőtt elkövetett egy alapvető hibát, hogy nem azt mondta, hogy mi egy 500 éves intézmény vagyunk, mi ebben nem megyünk bele, hanem azt mondták, hogy akkor ez nem mentség, de tudjuk, hogy miért tették ezt. Hogy hozzáigazítjuk a saját szabályánkat. Őszintén, én mindig arra gondolok, és szóval félre ne értse senki, nem veszem magamnak a bátorságot, hogy most bárkit arra sarkaljak, hogy anélkül, hogy körülnézne az utcán, fogja a lángot, és rohanjon, és csináljon forradalmat, de azért mégis ilyen helyzetekben el lehet gondolkozni, hogy és akkor mi történt volna, ha nem? Akkor bezárják a református egyházat? Vagy mi lett volna, hogyha nem igazítják hozzá
el ezeket a belső szabályokat. Akkor rengeteg pályázatot nem nyernének meg, nyilvánvaló. Hát tehát... oké, és akkor ez a kérdés megint csak. Hogy... ja, valószínűleg ezt a, hogy mit kell... mire való helyes, az a társadalmi szerep? Mi a helyes magatartás ebben az esetben, hogyha mondjuk a Bibliát felütik, akkor szerintem abban elég egyértelmű. Igen, még egyszer mondom, anélkül, hogy én azzal dicsekednék, hogy én az életemben mindig a legjobb döntés hozom természetesen, de a mi a helyes kérdés, az itt fölmerül, és legalább annyival tartozik egy egyház, ha már az egyébként erre szegődött, hogy a mi a helyes kérdésre valamiféle útmutatást adjon, vagy erre útmutatásként szolgáló válaszokat adjon, akkor legalább azt lehetne, hogy is mondjam, reflektálni, hogy itt a mi a helyes kérdés, az legalábbis felmerült. Szerintem egy picit térjünk vissza, ha múlt időben is, Novák Katalinra, mert szerintem az ő nagyjából 2 éves elnökségét talán érdemes egy picit röviden mérlegelni. Azért is, mert az látható, hogy az ő felépítésében óriási munka volt itt a Fidesz gépezete részéről is, tehát hogy ő valóban megtestesített valamit. Most önmagában az, hogy az első női köztársasági elnök, mert ennek is volt egy nagyon erős üzenete, és a Fidesz nyilván egyfajta olyan képet próbált magáról mutatni, ami eltér az azt megelőzőtől. És hogy ennek a családcentrikus, családközpontú politikának volt ő ez most nem sértésként mondom, kirakat arca. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy bár mindannyian tudjuk, hogy mi volt a fő szempont, ami miatt ő a köztársasági elnöki székbe került, ez a rendszer logikájából következik, de azt gondolom, hogy ebben a koordináta rendszerben ő nem végezte rosszul a dolgát. Tehát ő reprezentálni tudta Magyarországot, a nyelvismerete is megvolt, ami nyilván egy ilyen pozíciónál számít. Pápával tudott beszélgetni, nem tudom én, a Melónival is olyan személyes viszonya volt, ami megmaradt akkor is, amikor már a két miniszterelnök közt nem volt olyan jó a kapcsolat. Tehát, hogy ez fel lehet-e mérni, hogy ez mekkora veszteség Orbán Viktornak, hogy ez a jól felépített, megint csak nem sértés mondom, brand, ez egy pillanat alatt ment a levesbe. Ebben semmi sértés nincs szerintem, hogy ez egy jól működő brand volt. Ha visszaemlékszünk arra a napra, amikor Novák Katalin jelölését bejelentett Orbán Viktor, ez egyrészt kicsit elhelyezte őt ebben a, hogy is mondjam, fideszes táplálékláncban, tehát ez egy évzáró kormányfői sajtótájékoztató, egy kérdésre adott válaszként jelent az meg, hogy Novák Katalin lesz a köztársasági elnök, amit, hogy is mondjam, én akkor sem tartottam egy nagyon méltóságteljes bejelentési módnak, tehát hogy nem arról tartottak egy külön sajtótájékoztatót, hogy majd... Igen, de az említett az, hogy az általi újságíra megkérdezte, és Orbán Viktor egy olyan helyzetbe került, hogy nem mondhatta azt, hogy... Szorongatott helyzetében. Hogy igen, hát ha azt mondja, hogy nem, az egy nagyon rossz válasz lett volna, miközben már megszületett a döntés. Egy teljesen adekvát kérdést tett fel az ATV újságírója ebben a szituációban. Mégis azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a fejében nem egy perccel, vagy nem a sajtótájékoztatót megelőző órában volt ott ez a döntés, tehát megtisztelhette volna azzal a következő köztársasági elnököt, hogy csinál egy külön műsort. Mert azt mondja, hogy ezt most ő se cáfolni, se megerősíteni, igen, nem tudja, igen, és igen. Akkor... Na jó, ez csak a körülmény, illetve a politikai súlynak az illusztrálására mondom. De ami a brandet illeti, és ez a másik része ennek az akkori bejelentésnek, ugye ez 2021. decemberre, egy olyan szituációban, amikor az ellenzék már túl van nem csak az előválasztáson, de az előválasztás sikerén is túl van, és már tehát úgy én azt gondolom 21. decemberben már lehetett látni, hogy nagyon nagy baj van az ellenzéki kampánnyal, és hogy az egész közös listás erőfeszítés, ez inkább a belső problémákkal és a szereplők közötti széthúzással jellemezhető, és ebben a pillanatban, tehát amikor a közös listás pártok még a közös listáig sem jutottak el, nemhogy addig, hogy fölmérjék azt, hogy hát itt még a választás előtt nekünk valamit mondani kéne a köztársasági elnökről, mert ez még az abban a parlamentben fog megtörténni, akkor Orbán kipenderült, és a jelölést megelőzően 3 hónappal mondott egy olyan nevet, ami igen, valóban, ez is volt a célja, fölülírjon sok mindent annak kapcsán, amit a Fideszről amúgy gondolni szoktunk, jelölt egy 40-es éveiben járó, 3 gyerekes, dolgozó nőt, aki valóban több nyelven beszél, van nemzetközi kapcsolatrendszere, kormánytag volt, de nem olyan nagyon hosszú ideig, felelős volt a Fidesz külkapcsolataiért. Igen,
jelzem amúgy egy, pont egy olyan időszakban, amikor a Fideszt éppen kizárták az Európai Néppártból, tehát ez a ballaszt, ez az egész csapaton akkor már ott volt, bár nyilván ezt Orbán nem ballasztként értelmezte. Szóval, hogy valami nagyon más dolgot mutatott be, mint amit várni lehetett tőle, és amikor 22 elején nagy nehezen kiizzadt magából a elnök jelölteket, vagy potenciális elnök jelölteket az ellenzéki oldal, akkor tulajdonképpen ennek a kihívásnak kellett már megfelelniük, hogy tudnak-e valami hasonló, most nem ugyanilyet, hanem karakterében ennyire jól beazonosítható elnökjelöltet állítani, vagy sem. Most mivel az egész dolog elcsúszott, és az utolsó utáni pillanatban egy héttel a parlamenti szavazás előtt történt meg az egész, ilyen értelemben tulajdonképpen, ha sikerült is volna, akkor sem tudtak volna ezzel versenyezni, de hogy Orbán nagyon előre ment ezzel, és szerintem mindenkit meglepett, és igen, Novákkal ezt végeztették el. Ugye nem akarom végigmondani az egészet, de már a 22. márciusában, amikor a parlamenti választás megtörtént, ugye akkor már egy hónapja zajlott a háború, és talán Novák Katalin előbb mondta ki az agresszió, az orosz agresszió kifejezés, mint Orbán Viktor, vagy az ő kormányának tagjai közül bárki. Tehát ott lehetett már látni, hogy ő egy olyan szerepet is betölthet, és aztán így is lett, hogy ő tulajdonképpen bizonyos értelemben igazodjon egy uniós, egy atlanti fősodornak az elvárásaihoz, amiből egyébként azt az izgalmas következtetés is levonhatjuk, hogy ezek szerint tudni szokták Orbán környezetében is, hogy valójában mik azok a szövetségi rendszereinkben, mik azok a politikai irányok, amelyekhez lehetne alkalmazkodni. Én azt is gondolom, hogy még nemzet érdek is lenne ezekhez alkalmazkodni, de Novák Katalinnal mondatták ki ezeket a mondatokat, és ezt a nagyon sajátos kettős beszédet tartatták fönn vele. Hogy ez mennyire... De ezeket bejött. Igen, ezt külföldön, akartam pont mondani. Azért nyilván a külföldi partnerek tudják, hogy mi a köztársasági elnöknek a jogköre Magyarországon, tehát hogy ezt nem tudom mennyire. Az tény, hogy ő elment Kijevbe, találkozott Zelenszkijel, megtette azt, amit Orbán Viktor még mindig csak készül rá, tehát hogy most a külügyminiszterek tárgyaltak, hogy majd valamikor egyszer igen, majd lesz egy megbeszélés. Igen, nagyon nem rohannak, úgy tűnik, igen. Tehát igen, valóban. Igen, én is azt gondolom, ahogyan nem tudom, a budapesti nagykövetségek, vagy bármely városban működő bármely ország nagykövetségei készítenek sajtószemléket, tehát szerintem tudják, hogy mi jelenik meg a magyar nemzetben, és hogyha mondjuk a nem tudom, Meloni valami csúnyát csinál Orbán Viktornak, akkor hirtelen Melonit is elkezdik lesorosozni. Én azt gondolom, erről értesülnek mondjuk a római kormánypalotában, de azért mégis nem lehet azt mondani egy köztársasági elnök működésére, hogy nem számít semmit. Szóval tényleg elment. Fizikailag ott volt Kijevben, és más hasonló találkozói is voltak, amelyek valóban eltértek a kormánynak az irányvonalától, tehát nem lehet ez zérónak tekinteni ennek a hatását, még akkor is, hogyha persze azt is lehet tudni, hogy Orbán Viktor csinálja a politikát, és nem Novák Katalin, de azt a fajta ilyen igen, kirakat, szerintem ez egy jó kifejezés, azt a fajta kirakatot és annak a folyamatos kivilágítását és berendezését, ami rá volt bízva, ez is egyfajta politikai feladat, ő elvállalt és ezt elvégezte. Ha már szóba került az ellenzék itt a köztársasági elnök jelölés kapcsán, akkor most megint itt vagyunk egy olyan helyzetben, amikor elvileg érdemes megpróbálkozni ezzel, hogy legalább egy jelöltet állítson az ellenzék. Most ugye én kétfajta kommunikációs irányt látok. Van az egyik, hogy döntsön a nép, legyen közvetlen államfőválasztás, ami azt gondolom, hogy most egy viszonylag népszerű követelés lehet, mert ugye látszik, hogy ez a fajta jelölési mód, ez ugye Orbán Viktor esetében már két esetben ugye katasztrófába torkolott, ugye Schmidt Pál és Novák Katalin esetében. Na most azt is látjuk, hogy ezzel párhuzamosan több ellenzéki párt is már megnevezett jelöltet. Nyilván itt a Mi Hazánk egy külön történet, ők ugye Csat Magdolnát közgazdászt jelölték. Igen. A zöldek, ugye Kaltenbach Jenőt dobták be, és most olvastam, hogy Ungár Péter az LMP, amiben pedig ugye, engem kicsit meglepő módon, ugye Hak Pétert, ugye a hídgyülkezete lelkészét, illetve volt SZDSZ-es képviselőt vetette föl, hogy köztársasági elnök jelölt legyen. Most nyilván a erőviszonyokat tudjuk, nyilván a Fidesz nem fog belemenni a közvetlen elnök választásba, mert nem érdeke, és ha ő ebben nem megy bele, akkor ez csak egy elméleti kérdés, de egyáltalán eljutható odáig az ellenzék, hogy lesz jelöltje? A Mi Hazánk önmagában nem tud, és igazából egy párt nem tud önmagában jelölni a jelenleg a parlamentben, tehát mindenképpen valami fajta közös
jelölt lehet az, aki meg tud mérkőzni idézőjelbe a Fidesz egyelőre még ismeretlen jelöltjével. Hát a Fidesznek kétharmada van, nem 4/5, tehát az ellenzéki pártok azok, tehát amelyek közös listán együttműködve juttak. Hát 40 képviselők van, csak ahhoz pontosan, együtt kell működni. Hát erről van szó, kész. Erre én sem tudok másféle választ adni, csak ezt. Ha én beszélgetek politikusokkal, én arra emlékszem 2 évvel ezelőttről is, tehát 22 ilyen tájtról, és most is hallok ilyeneket, hogy hát nincs is ennek akkora jelentősége, mert igazából ugye egy elnök jelölt, hiszen nem választják meg nyilván. Majd mondhat egy beszédet a parlamentben, és esetleg lesz majd ellenzéki demonstrációval felszólalhat. Én erről azt gondolom, hogy ez persze már nem egy fátum, tehát ez az ellenzéki erőkön is múlik, hogy mit akarnak kezdeni az elnök jelöltjükkel, mert egyébként az az elnök jelölt az adhat 20 darab interjút, és lehet, nem tudom, nem egy, hanem sok-sok-sok demonstráció, ahol ő megszólalhat, vagy csinálhat országos kampányt, ahol elmegy az ország különböző pontjaira, mert nem csak Budapestnek lesz, a Kossuth térnek lesz a köztársasági elnöke, és mondhat egy olyan beszédet, ami emlékezetes maradhat, amiben annyira erős, vagy innovatív gondolatok vannak, amelyek fontos, hogy elhangozhatnak a parlamentben. Szóval ezek mind politikai lehetőségek, amiket meg lehet csinálni. A közvetlen elnökválasztással szerintem az van, hogy én először is nagyon megnéznék most egy közvetlen kutatást arról, hogy ezt hogy fogadják az állampolgárok, nem? Igazán nem azért, mert azt gondolom, hogy kutatás vezérelt politikát kell csinálni, de engem kicsit az meglep, hogy ennyire egyöntetően, most legalábbis több párt egyöntetően ezzel a témával lép elő. Nem pontosan tudom, hogy miért annyira biztosak, hogy ez az, amit elsősorban várnak az emberek. Az én elemzői, a magyar pártrendszerrel kapcsolatos kutatói tapasztalatom azt mondatja velem, hogy ez mindig népszerű téma volt, és sose volt nagyon fontos. Tehát, ha az embereket megkérdezték, hogy kell-e neki közvetlen elnökválasztás, akkor mindig többségben volt. Igen, azért ilyen botrány sem volt még sose a köztársaság elnök körül. Ilyen sem volt még soha, és sose lett végül is. Tehát sose volt senkinek annyira fontos, hogy igazán mellé álljon. Ahhoz, hogy erre ez legyen egy adható válasz, hát én szerintem ahhoz is szükség van bizonyos fajta, hát, együttműködésre, már az ember nagyon óvatosan fogalmaz, már látja, hogy mindenki mennyire utálja ezt a dolgot, meg a közös listának is most már nagyon rossz az emlékezete. Joggal egyébként a konkrét dolognak joggal rossz az emlékezete. Most valaki fölveti erőteljesen az ellenzéken belül, ugye leginkább az MSZP, és egyébként mások is csatlakoznak ehhez. Lenne ennek egyébként értelme? Most azon túl, hogy a realitása most se kéne. Mármint az együttindulásnak? Mert hogyha mondjuk egy közös köztársasági elnök jelölt volna, az szerintem már afelé tolná őket, hogy akkor választó is megkérdezi, de akkor miért lehetne egy közös lista? Akár lehet ugyanaz a személy is a kettő, mint a listavezető. Hát én alapvetően szóval én ezt egy értelmes iránynak látom. Mondom inkább fordítva, hogy mit nem látok értelmesnek. Abból biztos nem lesz beazonosítható politikai üzenet, mert szerintem az elnök jelölés alapvetően arról szól, egy lehetőség arra, mondom akkor még így ebből, egy lehetőség arra, hogy elmondjanak valamit, hogy mit gondolnak erről az országról. Hogy majd Orbán Viktor egy Novák Katalin 2-t fog jelölni, vagy egy Áder János 2-t fog jelölni, vagy akkor a jó rendőr után jelöli a rossz rendőrt, mert meg fogjuk látni, és akkor ahhoz képest ők mit mondanak. Most direkt nem akarok itt nevekkel előhozakodni, mert nem akarom ezt a, még véletlenül se a castingot elindítani, de lehet különböző karakteri figurákat, személyiségeket, előtérbe állítani, és azon keresztül elmondani valamit az országról, és esetleg azt is elmondani, hogy és ugye erre vonatkozott, hogy hát az elnök jelölt is mehet országos turnéra, hogy nekünk van ez annyira fontos, hogy, és vannak közös dolgaink, amelyek annyira fontosak, hogy bár egy csomó mindenben nem értünk egyet, de ez egyike azoknak, amiben közösen föllépünk. Az, hogy most pártok egyenként megneveznek izgalmasabb jelölteket, hogy a pártok egy része gondosan ügyelve arra, hogy ezt külön-külön tegyék, elkezdenek beszélni a közvetlen államfőválasztásról, ez szerintem pontosan ugyanannak a leképeződése, ami az ellenzéki oldalon
az egykori közös listás ellenzéki oldalon zajlik, hogy, hogy ők a közös lista kudarcából azt a következtetést vonják le, hogy, hogy ezt széttartóan kell csinálni, holott valószínűleg azt a következtetést is le lehetne vonni, hogy inkább jól kell csinálni, amit elrontották. Ez egy másik lehetőség a következtetéseknek. És hogy az együttműködésnek a, az alapjait szükséges megteremteni, és esetleg olyan értelemben lehessen szélesíteni, hogy abba be lehessen vonni más ezektől a pártoktól, hát eléggé, és szerintem jogosan úckodó választópolgárokat, vagy más, más fajta politikai szereplőket is. Egy szó mint száz, én nem láttam még olyan, vagy nem ismerek olyan autokrácia ellenes stratégiát, ami arról szól, hogy 12 párt külön indulva, egyenként csákányozva megdönti a rendszert. Szóval én nem láttam még ilyet, szerintem ez egy lehetőség arra, hogy mondani való is legyen, meg technika is legyen arra, hogy, hogy mondjanak valamit a rendszerrel szemben. Szerintem arra is egy alkalmas pillanat lenne, hogy, hogy a függőben lévő, elég nagy számú függőben lévő helyi egyezkedéseket is egyszerűen abból a politikai megfontolásból eljuttassák valamilyen végpontig, hogy ez lehetővé tenni a kormányoldallal az erkölcsi válságba, és láthatóan valamiféle működési bizonytalanságba került kormányoldallal szembeni küzdelmet tenni lehetővé. Tehát ugye az, hogy az ellenzéken belüli rivalizálásunk meghatározza az ellenzéki politikát, ez nem azért baj, mert hogy az ellenzékben egymással egyet nem értő politikusok vannak. Ez teljesen rendben van. Oké, ez egy heterogén, sok szempontból sokszínű, nagyon különböző múlttal, személyes történetekkel rendelkező politikai oldal. Én nem várom tőlük azt, hogy együtt mindenben egyet értsenek, viszont az egy politikai, stratégiai kérdés, hogy... hogy meddig akarnak eljutni, odáig akarnak eljutni, hogy, hogy június, nem tudom, 9-én az egyiküknek, nem tudom, 4, a másikuknak meg csak 2 európai parlamenti mandátumuk legyen, mert ez semmit nem változtat az országon. Az viszont változtat, hogyha képesek kialakítani egy olyan együttműködési keretet, ami mondjuk 50% alá szorítja a Fideszt az európai parlamenti választáson, jelzem 2004 óta először. Szerintem az egy valami. Egyszerűen a stratégiai célkitűzésből másfajta cselekvés következik. Azért köszönöm, hogy ezt elmondhatom, mert ez mindig egy ilyen elemzői, vagy értelmiségi, vagy nem tudom milyen ilyen nyomogásnak tűnik, hogy fú, a stratégia, Unger Anna kollégám, barátom szokta elmondani, hogy írni fog egyszer egy könyvet, nem most van itt az ideje címmel, mert ugye erre mindig az a politikusok felvetés, hogy nem most van itt az ideje, mert most választás van, vagy éppen nincs választás, most nem tudom, jön az ázbüntetés, vagy nem jön az ázbüntetés, szóval mindig van valami, ami miatt ezzel nem foglalkoznak, miközben egy jól meghatározott stratégia, ahogyan egy rosszul meghatározott stratégia is, napi szintű döntéseket befolyásol. Tehát nem mindegy, hogy a második helyért játszunk, vagy az elsőért. Egyszerűen más következik belőle. Mindjárt Magyar Péterről fogunk beszélni, de azelőtt egy kicsit ezt folytatva, még az jutott eszembe, hogy ugye a kormányoldal mindig azzal szokta cikizni, meg támadni az ellenzéket, meg így kinevetni, hogy zűrzavar van, hogy mit tudom én, össze-vissza jelölgetnek egymásnak, nekirontanak. És most azért abban a helyzetben vagyunk, hirtelen abban a helyzetben lettünk, hogy a Fidesz, itt van a kampány, közeledik a két választás, és jelen pillanatban ugye nincs államfő, és nyilván ez a Fidesz döntése lesz az, vagy hát a miniszterelnök döntése lesz az, hogy ki lesz az. Nincs listavezetője, Európai Parlamenti listavezetője a Fidesznek, és még a főpolgármester, nem is azt mondom, hogy a jelölt személyen, hanem hogy egyáltalán milyen magatartást tanúsít a Fidesz Budapesten, ez igen, sem dőlt el. Igen, igen. Ennek lehet olyan hatása a kampánya, hogy ez önmagában felhozza az ellenzéket, tehát hogy persze, ugye szombaton lesz egy beszéde a miniszterelnöknek, te ott számítasz arra, hogy ezeket a kérdéseket megpróbálja gyorsan lezárni, vagy egész egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy most mindent le tudjon zárni? Erre az őszinte válaszom az, hogy fogalmam sincs. Nyilván számára kedvező lenne, hogyha szombaton elő tudna állni mondjuk egy köztársasági elnök jelöltel. Ugye főpolgármester jelöltet egyszer már ígértek februárra, azt hiszem, de most már március, már rég március közepére van talán ígérve.
Tehát lehet, hogy az egész beszéd teljesen másról fog szólni, lehet, hogy arról fog szólni, hogy a kormány dolgozik, és elmondja majd, hogy nem tudom, milyen villám csapások sújtják a nemzetközi politika dolgait. Orbán Viktor amúgy is az utóbbi időben szeret olyan dolgokról beszélni, amelyekre semmilyen ráhatása nincsen valójában, de a kérdésed lényegét illetően, vagy ami számomra lényeges ebből, hogy hát igen, ez egy olyan szituáció, amikor, hogyha akármilyen elrendeződésben, mert ugye láttuk azt a fajta lengyel példát is, hogy lehet többféle blokkot is csinálni az ellenzéken belül, tehát így is el lehet indulni egy európai parlamenti választáson, és hogyha sikerülne, tehát hogy legalább ennek a formája kialakulna, és nem az a forma alakulna ki, mi most van, hogy látható, tehát előre megjósolható módon el fog veszni, nem tudom, 10%-nyi ellenzéki igen. szavazat, amivel egyébként majd oda lehet ajándékozni legalább egy mandátumot a Fidesznek, igen. mert ugye a számítási módból egyszerűen ez következik, és hogy rendeződnének az önkormányzati választási indulással kapcsolatos ellenzéki viták, akkor az a szituáció, amit most leírtál, az azt jelenteni, hogy egy-másfél hónapig csak az ellenzék lenne a placon. Hát ez egy olyan verseny, ez a verseny eddig is fönnáll például Budapest tekintetében és sok budapesti kerület esetében, ahol tényleg hát itt van mindjárt a választás, és nincs megnevezett fideszes jelölt, még a típusát is találgatjuk csak, hogy miért akarnak majd jelölni. Hát ez azt jelenti, hogy ebben az időben az ellenzék csinált egy rendes eredménykampányt, vagy csinált egy akármilyen kampányt, de hogy egyedül van kint, a választók szem előtt, és ehhez most még jön ez is, hogy államfő sincs, egy csomó jelképes üzenetet be lehet tolni ebbe a kampányba, ugye igen, európai parlamenti listavezetője sincsen a Fidesznek, hát ez egy olyan előny, amit, szóval, hogy mondjam, nem is tudom igazából jelzőkkel leírni, hogy mennyire magától értetődő, hogy ezt ki kellene használni, az ellenzék kapott 30-40-50 napot arra, hogy egyedül kampányolhasson. Jó, ehhez képest, és ezt szeretném, hogy ezt most zárjuk rövidre, hogy egyébként te Vitézi Dávidban látsz fenyegetést Karácsony Gergely pozíciójára. Nézve nem tudjuk, hogy egyáltalán végül is indul-e, bár ugye azt mondták, hogy most már valószínű, már szinte biztos, de a hivatalos bejelentés nem történt meg, és ebben a Fidesz magatartását sem tudjuk, hogy az mi lesz. Tehát mindenképpen felborítaná itt az előzetes forgatókönyveket, de hogy ő valóban egy fenyegetés Karácsony Gergelyre. Ő, amikor itt volt már, mint Karácsony Gergely ebben a stúdióban, akkor rendkívül magabiztos volt, pedig akkor már voltak hírek a Vitézi Dávid esetleges jelöléséről. Hát akkor Karácsony Gergely tankönyvszerűen cselekedett, ahogy egyébként szerintem Vitézi Dávid is tankönyvszerűen cselekedett, tehát rendelkezésére állt egy téma, amihez tudjuk, hogy tényleg ért, amiben zsűrizte Lázár Jánost és Karácsony Gergelyt, anélkül, hogy neki kellett volna döntést hozni. Egyébként én úgy látom, hogy ő talán kevésbé aktív azóta, hogy ez a Lázár-Karácsony bérlet megállapodás megtörtént, mert ugye szerintem biztosan nagyon sok szakmai érv megfogalmazható, de egy potenciális jelöltként nem olyan könnyű azt mondani, hogy rossz dolog, hogy olcsóbb lesz a bérlet. Még akkor is, hogyha én ezt egy ilyen rezsicsökkentési jellegű dolognak látom, hogy majd alaposan meg fogjuk fizetni az árát. Amúgy lehet egy jó politikai szándék is, hogy tegyük annyira olcsóvá a közösségi közlekedést, hogy minél többen használhassák, csak ettől még valakinek ezt ki kell fizetni. És Karácsony Gergelynek is, hát igen, azt gondolom, hogy szóval nem azt kell mondani egy ilyen helyzetben, hogy majd megijedek, ha nem tudom, ha előtt a villamos, vagy ilyesmit, hanem neki maga biztosnak kell lennie. Én úgy tekintek, én csak azt tudom mondani, hogy én politikai elemzőként, újságszerkesztőként én úgy tekintek Vitézi Dávidra, mint egy potenciális jelöltre. Tehát én magunkat is óvom attól, hogy közlekedési szakértőként szólaltassuk meg, mert hát hogy szó van arról, hogy elindulhat a választáson, és ameddig így van, addig én egy potenciális politikusnak látom őt, és azért, hogy is mondjam, hogy telnek a hetek, azért bennem erősödik az a képzet, hogy ez megtörténhet, mert hogyha nagyon el akarta volna vágni ezeket a találgatásokat, rengeteg módja lett volna arra, hogy ezt megtegye, szóval szerintem én legalábbis nem emlékszem ilyenre, hogy valaki, nem tudom, most már 2 hónapja talán hagyná, hogy a neve potenciális akár főpolgármester, akár bármilyen más jelöltként forogjon, azért ennyi idő alatt a szándékok eldőlnek, és ha a szándék negatív, akkor nem hiszem, hogy érdeke az, hogy a neve ennyi ideig forogjon ilyen összefüggésben. Na, és akkor most eljutottunk Magyar Péterhez. Aki ugye kezdetben
Hát Facebook posztokkal hívta föl magára a figyelmet. Az első megnyilvánulásokat még el lehetett azzal intézni, hogy itt valami fajta személyes motiváció van, de amikor a Partizánnak vasárnap este adta azt a hosszú interjút, akkor nekem az volt az érzésem, hogy azért itt egy alaposan átgondolt és kerek mondatokban megfogalmazott mondani valója van, és hogy azt is tudja, hogy hova céloz, hova lő. Na most azóta is többször megnyilatkozott. Itt kicsit már vannak néha, amikor ilyen szóviccekkel jön meg az nem mondom azt, hogy mondjuk Pesti László jut erről nekem eszembe, ez nyilvánvalóan túlzás, de miben lehet más, és miben lehet esetleg veszélyesebb Magyar Péter ugye a Fideszre, illetve a Fidesz hatalmi központjára, mint volt akár annak idején Simicska Lajos, nyilván az ő helyzetük meg súlyuk is teljesen más, de akkor talán a Pesti László egy közelebbi példa, tehát aki ugye nagy lendülettel érkezett, mondott valamit, hogy most akkor itt valami borul, aztán még párszor ezt elmondta, egy-két ügyet úgy emlegetett is, de azt már kimondhatjuk, hogy ez elhalt, ez az akció. És hogy ez fenyegeti, ez is egyébként Magyar Pétert, hogyha nem lép szintet, vagy nem mond valami egészen konkrét dolgot, vagy ugye lebegtette azt, hogy lehet nála valami, ezt már tudjuk a Simicska Lajosféle atombombáknál, hogy ez lehet, hogy megvan, csak sosem élesíti. Tehát, hogy mit látunk most jelen pillanatban ebből, és hogy egy magányos harcos lehet, vagy esetleg van valami olyan fideszes érdekcsoport, és nyilván itt fideszes érdekcsoportról beszélni, akinek ő tulajdonképpen az ilyen előre tolt arca. Én egyelőre magányos harcosnak látom, és ez azt is jelenti, hogy úgy tűnik, hogy van egy története ebből a nagyon-nagyon erősen lehatárolt, nem tudom, Fidesz rendszerből, vagy Orbán követő rendszerből, magányosan kibeszélőknek. Szóval most éppen ő van. Nyilván rengeteg a különbség, most szerintem nagyjából elmondtad, hogy a Pesti László dolgot mennyire lehetett komolyan venni, az ember fölkapta rá a fejét, hát soha semmi nem hangzott el, és olyasfajta, tehát olyan dolgot nem vállalt mondjuk, mint az a Partizán interjú, amit ma már a magyar választópolgárok negyede látott mára, tehát olyan elképesztő figyelmet váltott ki. Rövid távon nyilván az a hatása Magyar Péternek, hogy részben miatta nem hal el ez az ügy, és részben miatta van meg az az átváltás, amit mutaltam, hogy a kegyelmi ügytől eljutottunk Tiborcz Istvánig. Ezt az összekötő kapcsolat, ezt Magyar Péter szolgáltatta, és az, hogy itt most Rogán Antal visszakerült a címlapokra, néha megfeledkezünk szinte a létezéséről, miközben hát alapvetően meghatározza a hétköznapjainkat, az, amit ő művel ebben az országban, az, hogy azt gondolom adott egyfajta betekintést ez a Magyar Péter nyilatkozat arra vonatkozóan, amit persze lehet, hogy ki lehet következtetni, de mégiscsak szó volt erről, nyilvánosan, sok-sok ember előtt szó volt arról, hogy mit jelent az, hogy a propaganda és a titkosszolgálat egy kézben van. Tehát, hogy le lehet gyártani az ügyeket, amiket majd a propaganda megmutat. Tehát nem csak ki lehet használni, vagy keretezni lehet helyzeteket, hanem le lehet gyártani azokat a lejárató kampányokat, a lejáratást magát, amire aztán rá lehet építeni egy kampányt. Itt is eszembe, talán múlt héten már a botrány kirobbanása után a Szabad Európa Rádiónak azt mondtad, hogy arra számít az, hogy a Fidesz, vagy szerinted a Fidesz most keresi azt az ellenügyet, amivel esetleg kioldhatja ennek a botránynak hatását, de annak nagyon-nagyon erősnek kell lennie. Hiába támogatja meg a propaganda, tehát azért itt most egy olyan súlyos dologról beszélünk, ami példátlan, hogy el tudunk képzelni olyat, hogy találnak valami olyasmit, amivel lehetem. Elképzelni a fantáziánk nyilván nagy, de hogy... Vagy én legalábbis hashtag személyesen nem tudom elképzelni. Szenárió egyébként. Hát, de nem ez történik mindig, tehát hogy van valamilyen ellenügy gyártás, tehát most emlékezz vissza abban az időben is, amikor a Burkai videó nyilvánosságra került, ellenzéki politikusokkal szemben is különböző magánéleti ügyek kerültek ki, szerintem a Fidesz akkor már tudta, hogy lesz Burkai videó, szóval... De ezekre nem is emlékszünk egyébként különösen. Azért is nem mondtam most személyekkel ezt a dolgot, de mert én is azt gondolom, hogy nem erre kell emlékeznünk, abból az időből visszakereshető egyébként nagyon könnyen. Szóval igen, hát ez a módszernek a lényege, az ellencsapás, vagy nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy újdonságot mondtam volna. Egyébként voltak ügyek, amelyeket igyekeztek fölmelegíteni, amiből volt olyan ügy, ami inkább vád volt egy képviselő felé, hogy neki köze lehetett valamihez, amihez valójában egy munkatársának volt köze.
ezeket csak akkor, amit névvel, címmel elmondani, kikereshető, de én magam ott nem akarok... Az a politikusok, de is hosszan beszéltünk erről. Csak hogy én magam, igen, nem akarom a fals információkat tovább terjeszteni, vagy az információk fals részét tovább terjeszteni. Szóval igen, én azt gondolom, hogy készülnek ilyesfajta ellencsapásra. Az okozhat problémát nyilván, hogy megint csak Magyar Péter szerepéből adódóan. Most azért elég sok csapás van. Stefano Bottoni közös barátunk ugye mondta erre azt, hogy most így körbelőtte a miniszterelnököt, Magyar Péter, hát ezek mind az ő emberei, akikről itt szó van, tehát kicsit ki is tudom tágítani. Tehát meg hát a Tibor István akkor hát, lényegében családtal. Igen, tehát ezek az ő politikai kreatúrái, vagy hozzá legközelebb álló emberek, mint Balogh Zoltán, Tibor István családtal, szóval, hogy ez mind Orbán körül csapkod, és hát talán az lehet egy döntés, hogy, vagy döntési helyzet, hogy akkor most ezzel erre mivel kell visszavágni, korrupciós ügyel, városházi ügy, nem tudom, 5.0-val, vagy valamilyen pedofil váddal, amiket egyébként attól függetlenül le tud gyártani a kormány propaganda, hogy igaz lenne vagy sem. De szerintem igen, ez nyilván várható. Hogy Magyar Péter mellé fölcsatlakozik-e más, hát ezt őszintén nem tudom. Azt sejtem, hogy egy idő után, tehát azért ez a, nem tudom, több mint másfél milliós nézettségű Partizán interjú, ez nehezen fokozható. Tehát a nyilvános lenyomata az talán ennél mélyebb nem tud lenni. Hogy az ő kezében van egy dokumentum, vagy még tartogat-e olyan személyes történeteket, amelyeket megoszthat, ezt én tényleg nem tudom megítélni, akár tartogathat is. Talán annyiból más, mert két alapvető különbség van szerintem Simicska Lajoshoz képest. Az egyik az, hogy nyilván tehát összesen vethető a politikai súlyuk, tehát Simicska Lajos egy társuralkodó volt, és az ő leválása Orbánról, és az egész médiarendszerének az áthúzása, tehát hirtelen Simicska Lajos azt gondolta, hogy jó dolog a szabad sajtó, és akkor szóval, hogy és ebből adódóan egy kicsit több szabad sajtó lett Magyarországon, hát ez alapvetően néhány évre, ez alapvetően változtatni látszott dolgokon másfelől. Én azt gondolom, anélkül, hogy bármikor életemben egyszer beszéltem volna Simicska Lajossal, de az ő közös történetüket valamennyire ismerve Orbán Viktorral, szerintem azért nem robbant föl soha az a politikai atombomba, mert nem hiszem, hogy lett volna olyan ügy, amit Simicska Lajos úgy tudott volna Orbán Viktorral elmondani, hogy ő ne lett volna benne. Hát ennyiből Magyar Péternek sokkal nagyobb a szabadsága, mert hogyha van olyan információ a birtokában, amiről ő biztos, hogy igaz, hát azt el tudja mondani, mert valószínűleg ő nem elkövetője annak, hanem csak tanúja. Igen. Miniszterelnök, már megkérdeztem, hogy kézben tudja tartani ezeket a folyamatokat, de itt most azért azt is látjuk, hogy amit kifele ez a monolit tömb, ahogy a Fidesz megmutatja magát régóta, és ez ugye egy verseny előnye is a magyar politikában, hát ez a máz erről azért most egy kicsit lekopott. Tehát azért a minimum annyit látunk, hogy itt vannak politikusok és vannak politikai érdekcsoportok, akik hát, ki nem állhatják egymást, és mondjuk a kanál íze meg tudnak folytani egymást. Igen. Én ezt pont leírtam ma ezt a mondatot. Igen. Pontosan. Szóval ez egész konfliktus azért nem nagyon úszható meg, most nem csak azért bizonyos személyi döntések várnak a miniszterelnökre, és egyébként nem tudjuk, hogy kit jelöl például köztársasági elnöknek, de ugye akár ez egy kisebb vagy nagyobb kormány átalakítást is generálhat. De hogy ő még most mindig szabadon tud a sakktáblán figurákat tologatni, vagy azért most ebben a bizonytalan helyzetben azért az ő kezét is valami le tudja fogni jelen pillanatban. Mekkora az ő cselekvési szabadsága most? Azon tudjuk, hogy a teljhatalom az övé, de itt most azért nagyon sok érdekcsoport feszülhet egymásnak, ami meg szintén nem rossz neki, az oszd meg is uralkodj, ez működik, de ez talán most egy kicsit túlzás már. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Kezdeném onnan talán a választ, hogy igen, itt most azt hiszem, hogy így felfeslett, és ennek is van köze Magyar Péterhez, tehát amikor ugye a Rogán befolyásáról fejtette ki a benyomásait, akkor ugye többé-kevésbé arról volt szó, hogy tehát Rogán a legminimálisabb, amit mondhatunk, egy saját agendát visz, akár még miniszterekkel szemben is, vagy amikor ugye Balogh Zoltán abszolút meglévő felelősséggel kapcsolatosan hirtelen
megszólaltak a kormány közeli források, és elkezdtek beszélgetni ellenzéki újságírókkal név nélkül, vagy kormánykritikus lapoknál dolgozó újságírókkal név nélkül. Ugye ez is azt mutatta, hogy egyébként nagyon szívesen odalöknék Balogh Zoltánt, vigyétek csak, lőjétek ki nyugodtan, mert akkor azzal hát, ha vége lesz, ugye Balogh Zoltán meg valahogy egyelőre megmentette magát. Meg hát Novák Katalin és Varga Judit feláldozása, ami egy elég gyors döntés lehetett amúgy, valamikor a mi beszélgetésünkhöz képest múlt hét közepe táján. Szóval ezek azért jelzik azt, hogy az a tétel, amit Orbán szokott hangoztatni, hogy mindenkit a csatatérről kimentünk, de aki árulóvá válik, az... Tehát aki hűséges, az kimentjük a csatatérről, de aki árulóvá válik, arra mi magunk is lőni kezdünk. Hát itt ez a szabály biztos, hogy sérült a tekintetben, hát hogy itt hűséges emberekre ők maguk kezdtek el lőni. Tehát abban a pillanatban, hogy a gyanú árnyéka bármilyen összefüggésben is, a döntés, a kegyelmi döntésben való közreműködésben, a gyanú árnyéka rávetült a kormányra, akár Orbánra, ugye van egy Orbán családos szál is ebben a történetben, abban a pillanatban mindenki feláldozhatónak minősült, aki a környéken tartózkodik, és föl is áldozták őket. Hát, hogy most ez mire inti a Fidesz rendszerében lévőket, én azt gondolom, hogy még nagyobb félelemre inti alapvetően őket, de lehet látni, hogy itt van egy olyasfajta belső mozgás, amúgy nem akarok borzasztó közhelyes lenni, de azért a Tilos Ábert Boston Politics elég sok mindent jól leír, ugye tudjuk, hogy ezt nagyjából egy ilyen forgatókönyvként is használják, tehát ugye amit ő leír az udvartartásról, hogy nem kormányzat van, hanem udvartartás. Az udvartartáson belül valóban elképesztő erejű belső rivalizálás zajlik. Ennek a rivalizálásnak a kontrollja, a meghatározó hatalmi aktus, amit gyakorol a vezető, jelen esetben Orbán Viktor, és hogy igen, ezek az emberek egy kanálvízben meg tudják folytani egymást, miközben nyilván hát azonosítják azt, hogy meddig tart az egésznek, az össznek, a rendszernek a közös érdeke. Ilyesmi akkor bomlik szét, és ez a második kérdésedre adott válaszom, az ilyesmi akkor bomlik szét, amikor azt érzékelik, hogy így a hatalom egész elkezdett lejtőre kerülni. Nem akarok rossz párhuzamokat mondani, csak olyan párhuzamokkal tudunk dolgozni, amelyek rendelkezésünkre állnak a történelemből. Tehát nyilván az MSZMP-n belül is volt egy olyan pillanat, amikor azt érzékelték, hogy nincs tovább. Megyesi Konstantin történész, aki ugye a Grósz kádárváltásról írt egy szerintem nagyszerű könyvet, ugye ő is, de egyébként mások is, tehát a 80-as évek reform közgazdászai is olyan 85-86-ra teszik azt az időpontot, amikor azt érzékelték, hogy Kádárral nincs tovább. És onnantól kezdve az egésznek a logikája megváltozik. Szerintem nem tartunk itt, és ebből adódóan Orbánnak van módja arra, hogy döntést hozzon a köztársasági elnök ügyében, miközben azért a nimbuszát szerintem, amúgy, ha én nem tudom, ellenzéki politikus lennék, nem vagyok, akkor én ezzel foglalkoznék, hogy hogyan lehet Orbán ítélőképességét a középpontba állítani. 2010 óta 3-ból 2 köztársasági elnöke ebbe bukott. Ezt a helyzetet szemmel láthatóan még mindig nem tudják teljes mértékben uralni a nyilvánosságban. Tehát igen, én azt gondolom Orbán Viktornak megvan a teljhatalma arra vonatkozóan, hogy eldöntse, hogy milyen típusú elnököt akar most magának, és hogy az konkrétan ki legyen, de nagyon, szóval nagyon óvatosnak kell lenni a tekintetben, nem csak a kiválasztásnál, hanem majd a későbbiekben is, hogy azért ez ne kudarccal végződjön. Hát Orbán eddigi pályája az többnyire olyan döntésekhez vezetett, hogy mindig az volt a következtetés, hogy neki kell több hatalom. És olyan szereplők kellenek köré, akiknek még kevesebb szuverenitása van, mert lám, még ez a picike kis szuverenitás, a Sámlin ülő Novák Katalin szuverenitása is soknak bizonyult, mert csak becsúszott egy olyan döntés, hát ami vagy hiba volt, vagy nem abból a szempontból, hogy tényleg nem tudjuk, hogy Orbán Viktornak magának volt-e köze a döntés kivitelezésében, vagy megvalósulásában, de legalábbis a döntést magát nem lehetett eladni, még Novák Katalinnal sem. Lehet, hogy az a döntés azért született meg, mert nem volt szuverén ez a vezető, mert lehet, hogy olyan kérés jött, hogyha szuverén lett volna, akkor bátran mondhatta volna azt, hogy ne butáskodjunk, hát milyen ügy ez már. Lehetséges. És valamiért mégsem ez történt. Én sem azt gondolom, hogy Novák Katalinnak nem ezért kellett mennie, hanem mert nem tudta kezelni a helyzetet. Vagy lehet tippelni, hogy most Novák Katalin és Varga Judit megbukott, vagy őket egész egyszerűen valakik megbuktatták?
Hát igen, most ismételni tudom magamat, szerintem Novák Katalinnak azért kellett mennie, nem az erkölcsi közfelháborodás miatt, azért kellett mennie, mert nem tudta kezelni ezt a helyzetet. Ami abszolút nem csak a, hogy mondjam, az ő hibája, még a fideszes belső nézőpontot elképzelve sem, tehát az is érdekes volt, amit Magyar Péter mondott, ki lehet találni ezt is, de érdekes egy belső embertől hallani, hogy nyilván, amikor Novák Katalinnak arról kellett dönteni, hogy most megszólaljon, vagy ne szólaljon meg ebben az ügyben, ha megszólal, mit mondjon, ebben biztosan volt konzultáció a Rogán Művekkel, lehet, hogy ő rossz tanácsokat, egyszerűen csak rossz tanácsokat kapott, tehát nem tudatosan lesrefutatták, hanem rossz tanácsokat kapott, és amikor a rossz tanácsot kapta, akkor ő bűnhődött mások rossz tanácsáért, és hát persze ő bűnhődött azért is, mert nem volt elég szuverén. De ez ebből szerintem Orbán Viktor nem azt a következtetést fogja levonni, hogy egy nagyon autonóm elnökre van szüksége, és egy Sólyom László típusú elnökre van szüksége, aki egyszerűen valószínűleg nem kerül ilyen helyzetbe, vagy nagy eséllyel nem kerül ilyen helyzetbe, mindenki tévedhet egyébként, hanem inkább azt, hogy még szorosabb kontroll alatt kell tartania. Még Rogán Antallal azért beszéljünk, mert én valahogy hát ez az a képzetem, hogy nyilván fájdalmas döntés volt a miniszterelnök számára, én ezt így gondolom, Varga Judit és különösen Novák Katalin kezétek az elengedése, az ő elvesztésük, ahogy annak idején nyilván Szájer József is az volt, és még tudunk pár nevet mondani. De összességében, és akkor megint nem sértésként mondom, de ők valahol nekem olyan fogyóeszköznek tűnnek ebben a rendszerben. A Szájer azért egy más eset volt ebből igen, a szempontból. Igen, ez igaz, de neki az igazából az informális pozíciója volt erős, nem amit formálisan viselt, ugye európai parlamenti igen. képviselő volt, de hát ugye alapító tag, hát ezeket tudjuk. De én Rogán Antalt nem ennek érzem. Tehát én azt gondolom, hogy ha a Rogán Antal pozíciója megrendülne, vagy nehogy is mondjuk leváltaná a miniszterelnök, az azért egy nehezebben elképzelhető szenárió jelenleg, hiszen ennek a rendszernek ez a szíve közepe. Tehát, hogy, és bizonyos értelemben a fideszes logikával azt mondhatják, hogy a siker kovácsról van szó, hiszen olyan ez a propaganda, amilyen, meg ez az egész lejárató kampányokra épülő hadjárat, meg propaganda, de végül is a kétharmadokat szállítja a Fidesznek. Igen, de ugye ez sem volt mindig így. Tehát már régóta így van, és ezért olyan, mintha mindig így lett volna, de nem volt mindig így. Ugye Rogán Antal 2006. Nem is erre gondolok, 2015 őszén került be a kormányba, igen. és akkor kezdtek folyamatosan tulajdonképpen időről időre hozzá áramolni olyan jogkörök, amelyek addig nem nála voltak. Ugye először Lázár János lemondással fenyegetett, hogyha Rogán Antal bekerül a kormányba, aztán mégsem mondott le, mert hogy ugye 2014-ben úgy tűnt, hogy Lázár János köré van építve a kormány, ahogy 2010-ben úgy tűnt, hogy Navracsis Tibor köré van építve a kormány. Szóval ilyesfajta átrendeződések azért történnek. Nyilván egy másik típusú hatalom, és ez szerintem az orbáni politika felfogás bizonyos értelemben változását is tükrözi, hogy hát szóval egészen másféle helyettesi hatalma van Rogánnak, mint Navracsis Tibornak 2010-ben. Tehát most ezt nem fejtem ki, szerintem érti mindenki, hogy mire gondolok. De csak azt akarom mondani, ahogy a gazdaságpolitikában azért Matolcsy György volt sokáig a megkérdőjelezhetetlen gurú, ma meg tulajdonképpen egy politikai száműzött, és Nagy Márta egyébként részben hasonlóakat mond, mint amikor Matolcsy György volt ez a gurú. Szóval de ilyesfajta... Nagyon komoly személyes konfliktusok voltak. Hogyne. Na de hát ebben is ugye valaki döntött, hogy melyikre teszi a tétjeit ebben a konfliktusban. Na szóval azt akarom mondani, hogy ilyesfajta átrendeződések persze történnek, és ugye Orbán hatalmának azt hiszem az egyik fő összetevője, hogy módja van ezeket az embereket ide-oda rakosgatni. Ugye 2015-ben is, ugye a Simicska leválását követően is, hát nem csak a média portfóliót, hanem ugye a kormányt, Rogán kormány beemelése, és ekkor történt a kormányon belüli hangsúlyokat is át kellett alakítani. Tehát át kellett rendezni ezt az egész viszonyrendszert, ahogyan ő, mármint Orbán vezetni akarja az országot. Én nem tudom, hogy tényleg nem tudok erre válaszolni, és nem is kívánok abban a színben tetszelegni, hogy nekem van erre vonatkozóan bármilyen információm, hogy ő mikor, milyen okból jut el egy ilyen döntésig. Én csak azt tudom, hogy amikor kialakít egy ilyen struktúrát, azt azért alakítja ki, hogy az tartósan működjön. De úgy érzi, hogy már nem működik, akkor meg átalakítja. Ennyiből én most azt látom, hogy
nem merült az fel, hogy a Rogánra irányuló támadások miatt Rogánt levegyék, de azt sem gondolom, hogy Rogán Antal örökre ebben a szerepben fog maradni, mert hogy senki nem marad. Tehát a dolog természete az, hogy senki nem maradhasson örökre ebben a szerepben. Már ugye Magyar Péter arra is utalt, azt nem mondta, hogy ezt az egész kegyelmi ügyet bizonyos érdekcsoport robbantotta volna ki, de azért azt mondta, hogy ez a Rogán kör, ez legminimum kihasználta ezt a lehetőséget, vagy nekik jó, hiszen olyan potenciálisan erős emberek estek ki a rendszerből, akik esetleg az ő riválisa is lehettek volna. Ahogyan ugye olyan pletykák is vannak, amelyek arról szólnak, hogy a Rogán Antal elleni támadás mögött is van egy másik érdekkör. Igen, szóval szeretem én is. Azért a fideszes politikusok jelentős része nyilvánvalóan azért tart Rogán Antaltól, hiszen olyan pozícióban van, és olyan hatalmi jogosítványokkal rendelkezik, hogy... Ez egészen biztos, és az is nyilván számít, hogy a Fideszen belül ki mekkora táborral bír, ki mennyire népszerű a sajátjai között, és kinek mennyi konfliktust kell vállalnia. Nekem nem csak a, nem tudom, a House of Cards nagyon erős élményem, hanem a Veep, az alelnök sorozat is nagyon, nagyon erős élményem. Ugye a House of Cards az egy ilyen harmadik Richardi, helyenként már Macbethi személyiségről szól, és a tudatosan sok-sok lépésre előre lejátszott és kivitelezett hatalmi játszmákról. Az alelnök sorozat meg ugye egy olyan politikusi személyiségről és olyan szituációkról szól, amelyek a politikának az esetlegességéről szólnak, arról, hogy egyszerűen lehetetlen egyidejűleg minden információnak a birtokában lenni, hogy mi eltervezhetünk valamit, de valami mindig történik, amitől gajra megy, és akkor rögtönözni kell, és teljesen extrém és abszurd szituációkba tud belekeveredni egy politikus. Ezzel én csak azt akarom mondani, hogy nem akarok naívnak tűnni, természetesen ezek a de ez nem is naivitás, szerintem, amit mondani akarok. Szóval ezek a politikai rivalizálások szerintem alapvetően persze meghatározzák a kormányzati rendszeren, tehát ezen a hatalmi rendszerenből mondom inkább így, belüli mozgásokat, de ettől még nem biztos, hogy ami megtörténik, az egy szándék következtében történik. Én elemzőként is fontosnak tartom, hogy a következményt a szándékkal ne keverjük össze. Persze egy politikus, ha igazán politikus, akkor egy kialakult helyzetre reagál. Ha neki van egy ellentéte egy másik politikussal, és kialakul egy botrány, egy válság, akkor ő tudja, hogy ő fogást találhat ezen az ő régi ellenségén. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ő maga idézte elő azt a krízist, ami ezt lehetővé tette. És végezetül, arról beszéltünk, hogy az ellenzék mit tud ezzel kezdeni, milyen lehetséges stratégiát lehetne erre felépíteni. Kicsit a társadalmi következményről, hatásról szeretnék röviden beszélni, hogy egyfelől azon egyetértesz-e, hogy itt ez az egész, hogy azért megmutatta itt ezt a félelmetesnek gondolt, és nyilván az is propagandagépezetnek a korlátait, hiszen nyilván az első reakció ilyenkor mindig a hallgatás, az elhallgatás. Ez nem jött be. Ezekről pontos információk nincsenek, de azért lehet tudni, hogy az, hogy elengedik Novák Katalin kezét, ezt megelőzte olyan felmérés sorozat, ami azt mutathatta, hogy a Fidesz szavazótáboron belül is hát hatása van ennek az ügynek, ami azt is jelenti, hogy a társadalomban azért van egyfajta egészséges gondolkodás, reakció az ilyen ügyekre. És ugye azért érdekes, hogy jellemzően, most beszéltünk ugye a Schmidt párról, vagy Szájer Józsefről, most erről az ügyről, hogy ezek egyike sem volt korrupciós ügy. Tehát aminek úgy következménye lett, az alapvetően nem korrupció. Voltak persze olyan ügyek is, a Völner, stb., de azért az igazán a csúcsokon ezek nem korrupciós ügyek voltak, hanem az ilyen identitást érintő problémák. Hogy te érzed-e azt, hogy ez a társadalom belül valami olyasmi mozgást indíthat el, amiből akár az ellenzék is tud profitálni, és ugye most vagy valami fajta mozgalom kezdődik, mert az látszik, hogy a társadalomban vannak indulatok, nagyon nagy az elégedetlenség, és ezek most a kormányra vetülnek, de ugye az is benne van, hogy ezek a választók jelentős része hát nem bízik az ellenzékben, van nehezen talál magának pártot az ellenzéki pártok közül. Tehát ennek farvízén esetleg valaki fel tud emelkedni. Szívesen... Tudom, nehéz röviden válaszolni. Igen. Akartam mondani egy rossz poén, de ezt most inkább nem mondom. Mielőtt ide jöttem, éppen láttam a utolsó negyedéves GDP adatokat, és elég rosszul néznek ki. És azt valószínűsítik gazdasági elemzők, hogy ez sem lesz egy sokkal könnyebb év, mint az előző. Ez azért lényeges talán, mert
és oda fog kapcsolódni, amit kérdeztél. Ez azért lényeges talán, mert azért azt tudjuk a magyar társadalomról, hogy alapvetően meghatározza a közélethez, a politikához, a pártokhoz a való viszonyát, egyáltalán a hangulatát, az, hogy mennyire érzi biztosnak a saját megélhetését, hiszen egy olyan társadalom beszélünk, amiben nem nagyon vannak tartalékok, nem válságálló ez a társadalom, ez sajnos sokszor bebizonyosodott már, és hogyha ez a megélhetési válság tovább tart, akkor annál nagyobb az esély arra, hogy valami így megpöckölje, így bedöntse a... Nem azt mondom, hogy a rendszert megdöntse, de hogy elbizonytalanítsa, hogy olyan helyzetek alakuljanak ki, amelyek ilyen politikai lehetőségként ragadhatók meg. És akkor van egy ilyen alaphelyzet, ezért mondtam ezt el, és akkor van ez az ügy, ami egyrészt szerintem annyiból nagyon, szóval egy bizonyos fajta pozitív következtetésre módot ad, azt nevezetesen, hogy ezek szerint mégiscsak számítanak az értékkérdések a politikában. Ezek szerint mégiscsak lehet arról beszélni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezek szerint mégiscsak van valamiféle konszenzus közeli helyzet bizonyos ügyekben azzal kapcsolatosan, ez egy szörnyű, tehát jó lenne, hogyha más dolgokban is lennének ilyen állásfoglalások, de ezek szerint mégiscsak léteznek a jóról és rosszról alkotott közös fogalmaink, ami kijelöli bizonyos értelme, hogy milyen keretek között folyhat egyáltalán politika. És most az a helyzet alakult ki szerintem, és hogyha az ellenzék lehetőségeire kérdezel rá, én idáig mernék elmenni, hogy ebben az ügyben azzal, hogy az ellenzék a kegyelmi ügyben résztvevő kormányzati politikusokat támadja, ezzel most a többségi hangulat és a többségi értékrendbeli állásfoglalás oldalán találta hirtelen magát. Ez ritkán szokott megtörténni, hogy az ellenzék van a többséggel. És mindehhez van ez a megélhetési krízis alaphelyzet. Én azt tudom csak mondani, hogy sem megélhetési válságban sem nem szeretnék élni, sem azt nem szeretném, hogyha ilyen ügyek lennének az országban, amihez a kegyelmezési botrányhoz vezetett. De ha már kialakultak, és ezekre kell politikai választ adni, mert ezek léteznek, hát akkor ezek azért eléggé szilárd elrugaszkodási pontot jelenthetnének egy olyan ellenzéki stratégia számára, amely ellenzéki stratégiának a fókuszában nem az egymással folytatott rivalizálás, hanem nem csak szavakban, hanem a stratégiában és a megvalósított politikai cselekvésekben is rendszerváltó stratégiának nevezhető, akként definiálható. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és azt gondolom, hogy nyilván erről a témáról mi is sok helyen sokat fogunk beszélni, ti is sokat fogtok írni a Jelenben, mi is a Magyar Hangban. Úgyhogy biztatom az olvasókat, hogy vegyék ezeket az újságokat, és kövessenek bennünket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm hogy szépen. Ránk szálltad az idődet, nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. A Kompország a jövő héten új adással jelentkezik.